Elő egy hete még tele volt nyájjal. A Délics család juhait március 30-áról 31-ére virradó éjszaka terelték el a farmról, amely házuktól mintegy 6 kilométerre fekszik. Ovce nisu bile zatvorene. A birkák szabadon voltak, ezek megmaradtak, a kutya mögé bújtak, amelyik sajnos meg volt kötve. Ennyi maradt nekem a 140-150 birkából és bárányból. A rendőrség dolgozik az ügyön, de fejlemény egyelőre nincs. A családot ez az eset nagyon megrázta. Az anyagi kár meghaladja a 10 000 eurót. Elloptok 124 birkánkot, és ez nekünk nagyon nagy kár. Zsélyko, amint észrevette, hogy a nyáj nagyobb része hiányzik, jeleket keresett, amik felfedhetnék, mi történt. A nyomokat követve eljutott Ráncsevo faluig, ahol minden további nyom eltűnt, ezért arra gyanakszik, a birkákat abból a faluból lophatta el valaki. Abban a faluban a lopás nagy gond, nem ez az első eset, hogy jószág tűnik el ott. Ami abba a faluba bemegy, az ki sohasem jön. A Délics család ebből a nyájból tartotta el magát. 6 évvel ezelőtt kezdték az állattenyésztést 3 birkával. Szenvedés lesz ez, mert a birkákból élünk. Most kezdhetem előről, ott vagyok, ahol 2-3 éve, de nem adjuk fel. Zsélyko már felvette a kapcsolatot olyan gazdákkal, akiket hasonló módon károsítottak meg az elmúlt pár évben. Eddig 6 vajdasági gazdát ismert meg, akiknek 50-100 birkájuk tűnt el hasonló módon.